Köszöntöm nézőinket, és üdvözlöm a stúdióban vendégemet, Kovács László ezredest a Szentendrei Rendőrkapitányság parancsnokát. Üdvözlöm sok szeretettel! Kezdjük köszönöm a meghívást! Elég régen beszélgettünk már, és bizony azóta is történt jó néhány dolog itt a térségben, csak így összefoglalásképpen, hogyha néhány dolgot említene, hogy mi az, amin ennek sikerült a végére járni itt a térségben. Én úgy gondolom, hogy még mindig tart ez a szerencse szériánk. tehát meglehetősen kellemes időszakban vagyunk, ilyen kis apró események voltak, és szerencsére ezeknek az apró eseményeknek is nagy részét a kollégáim ügyesen megoldották. Úgyhogy kifejezetten jól haladunk, én úgy gondolom. Ami továbbra is jellemző a területen, ez a sok-sok ilyen verekedés, garázda jellegű magatartás, és attól tartok, ahogy majd egyre jobban kitör a nyár, elhúzódnak a kerti partik, meg a meg az ilyen különböző ilyen jelenfejlesztő helyek látogatása. Lehet, hogy ez majd talán egy picit fokozódni fog, de reméljük, hogy a köztereti jelenléte lesz vissza tudjuk szorítani. Én úgy gondolom, hogy meglehetősen jó helyzetben vagyunk. Persze prioritások mindig vannak, most is készülünk, leginkább arra, hogy a gyermekek lassan egy hét múlva kirajzanak az iskolából, és hát nem lesz senki, aki 8-tól 2-ig őket, úgyhogy majd valamit ki kell erre találni. Budakalászon ezt hogy tudják megoldani, iskola rendőrre gondolok, vagy milyen egyéb lehetőségek vannak? Igazán a gyermekek napközbeni foglalkoztatása az nem lehet a mi dolgunk, egyáltalán nem az, de az, hogy a közteti jelenléte próbáljuk egy kicsit például lassítani a forgalmat, mert hogy ezeknek a gyerekeknek most annyira tele lesz a fejük hirtelen a nyások élményével, hogy az észlelésük egy picit romlik, nem veszik észre, hogy most éppen járdán sétálnak, vagy úton hogy gyalog vannak, vagy kerékpára, hogy lesz autós a környéken, vagy sem. Erre kell felhívni a figyelmet, egyrészt az üvéket, de másrészt meg az autós társadalom figyelmét is fel kell arra hívni, hogy bizony-bizony fel kell készülni, hogy ezek a gyerekek megjelennek, és mivel kitört a nyár, meg a szabadság, meg a vakáció, egy picit fegyelmezetlenebbek lesznek, mint általában. A szülők miben tudnak segíteni? Állandóan súlykolni kell nekik, hogyha elmennek otthonról, hogy arra számoljatok, hogy más is van körülöttetek, és nem ti vagytok egyedül a világon, ez nagyon fontos. A lányokat meg kell győzni még akkor is, hogyha nagyon szép a hajuk, hogy azért, hogyha kerékpároznak, vegyenek sisakot, a fiúkat ugyanúgy, legyen láthatósági mellé náluk, hogyha későn érnek haza, akkor azért látszanak a sötétben. Biztos van nagyon sok akció, úgyhogy vásárolni kell nekik világítószetteket, például a bringákra, ezek nagyon fontosak. De egyébként, hogyha csak éjszaka gyalogolnak hazafelé, a sötétbe öltözött fiatalok, az sem árt, hogyha van náluk egy-két ilyen fényvisszaverő applikáció, valamiféle egy lógó, egy kulcstartó, egy ilyen kézre tekerhető karpánt, vagy egy mellény, ami segít abban, hogy mások észrevegyék őket, és vigyázzanak rájuk. A nyár nem csak azt hozza magával, hogy ugye a fiatalok kirahizanak az utcákra, és kitör a vakáció, hanem bizony a fürdőzőknek is euh, kedvük támad fürdeni, isten tiltott helyen is. Mi az, amire érdemes felhívni a fürdőzők figyelmét? Hát én most elsősorban a fürdőzők figyelmét arra hívnám fel, hogy nagyon komoly eseménynek adott helyet Szentendre városa, és azt hiszem, hogy ezen talán önök is részt vettek, ugye itt volt az Országos Rendőrfőkapitányság turisztikai kampányító rendezvénye, és ott készült egy kiváló videó, amit egyébként az Országos Rendőrfőkapitányság sajtó szóvivője, illetve hát egy fantasztikus úszó művelt. Én úgy gondolom, hogy ez egy rendkívül komoly tartalmú, de egyébként kiváló és szórakoztató videó lett. Mindenkinek ajánlom, hogy nézze meg. Három perc szórakozás garantált, és rengeteg sok hasznos információ van arról, hogy hogyan viselkedjünk, hogy hol szabad, hol nem szabad fürdőzni, mik a legfontosabb dolgok, de ha egyetlen egy szóval kellene összefoglalni, arra figyeljünk, hogy hol szabad. Ugyanis ahol szabad, ott ellenőrzött, szakaszpar, ellenőrzött partszakasz van, ellenőrzött víz van, jó esetben van úszómester, aki meg tudja védeni saját magától és azt az úszót, aki mondjuk rosszul mérte fel az elejét, vagy rosszul mérte fel az úszás tudását, vagy egyszerűen csak úgy gondolja, hogy biztos nem lehet mély a víz, hiszen mindenkinek kilóg belőle a feje. Én azt hiszem, hogy ezek a legeslegfontosabb legfontosabb események, ezekre legyen legfontosabb tanácsok, ezekre kell odafigyelni, nyilván a szülőknek föl kell készíteni rá a gyerekeket. Az olcsó megoldás nem mindig olcsó megoldás. Olyan helyen fürdőzni, ahol, ahol nem szednek mondjuk belépő díjat, az lehet, hogy kecsegtető, de ott nem is vigyáznak semmire. Pont erre szerettem volna rátérni, hogy az értékvédelemre, az érték megőrzésre hogyan tudunk odafigyelni, hogyan előzhetjük meg a bajt. Nyilván azt kell elvinni, amit feltétlenül muszáj nem célszerű strandra kihordani az összes tabletünket és, és, a leges legjobb telefonunkkal villogni, mielőtt bemegyünk a vízbe, hogy utána valakinek kedve legyen hozzá. Nem kell nagy mennyiségű készpénzt, tényleg azt kell odavinni, ami feltétlenül muszáj. Ha van rá mód és lehetőség, akkor azért mindig maradjon valaki, aki megőrzi az értékeket. Ezek alapvető szabályok, ezek nem is változnak. Ha pedig olyan szervezet helyre megyünk, ahol van mondjuk érték megőrző, akkor arra azért érdemes beruházni. Nem egy olyan nagy beruházás. Viszont, viszont legalább biztonságban tudhatjuk az értékeinket, ez nagyon fontos. De hát nem csak fürdőzni mennek majd most már a gyerekek, hanem itt a fesztivál kanyar, a rengeteg hétvégi program és lehetőség, ugye most megyünk bele az Eper Fesztiválba, Visegrok Fesztiválban, Szentendrén folyamatosan rendezvények és programok vannak. El kell mondani a fiataloknak, hogy oda is csak a legfontosabb értékeket vigyék magukkal, olyan helyre pakoljanak a ruházatukba, ahol egyébként azt őrizni tudják, a farzsab ugye az nem egy kifejezetten erőteljes szép. És és a mostani össze-vissza tekintettel én azt is javasolnám, hogyha arra is hívjuk fel a fiatalok figyelmét, hogyha megérkeznek egy ilyen, egy ilyen rendezvény helyszére, akkor ne csak azt keressék meg, hogy hol van a legközelebbi sörös bódé, meg hogy hol van a színpad, hanem azt is mondjuk, hogyha hirtelen jönne egy nagy vihar, egy égeső, akkor hol van legközelebb az a hely, ahol fedett helyre tudnak húzódni, ahol saját magukat egy picit meg tudják védeni. Ez olyan blamának tűnik olyan. Olyan nagyon nyilvánvaló dolognak, de szerintem, hogy erre nem hívják fel külön a fiatalok figyelmét, akkor nem biztos, hogy erre oda fognak figyelni. Igen, pont erre szerettem volna rátérni, hogy mennyire vannak ennek tudatában az emberek, hogy ilyen ö, szemszögből is oda kell figyelni egy rendezvényen, ha tartózkodnak, hogy hová lehet menekülni, hogyha Én leszakad úgy gondolom, az ég. hogy amíg, amíg, nem esik az eső, addig ezzel senki nem foglalkozik. Tehát, hogy múltkor sem volt baj, meg majd lehetőleg legközelebb sem lesz egy pici tudatosságot érdemes belevinni a dolgokba, mert hogyha valaki végig gondolja hogy hú, lehet egy, egy vihar, vagy lehet egy égeső, és akkor én abba az irányba tudok elmenekülni, az ad egy kis biztonságot. De nem nagyon szoktunk ezekkel foglalkozni. Mindig mindenki csak akkor kezd el már okos lenne, amikor a hatalmas nagy a baj. Mi ez, amit tanácsolna a tínédzserek szüleinek, ugye ők is egyre inkább kint lesznek a, az utcákon, hogy este meddig érdemes őket elengedni, és régebben működött Szentendrén az, hogy, hogy, önök jártak és ellenőrizték a fiatalokat, hogy minden rendben Mi van. -e próbálunk velünk. odafigyelni. Én nem, nem hiszem, hogy nekünk kellene a családok dolgába beavatkozni. Minden egyes gyermeknek nyilván korosztályhoz kötődően, meg a saját kis felkészültségéhez, a megbízhatósághoz kötődően szerintem a szülők kiválóan tudják azt, hogy hogyan és milyen formában kell ezt szabályozni. Arra érdemes inkább talán hangsúlyt fektetni, hogy kitalálni azt, hogy mondjuk, hogyha vége van egy rendezvénynek, akkor hogy jut haza a gyerek és ezeket a feltételeket biztosítani, akár egy taxira való pénzzel, akár megszervezni az apa taxit, aki majd hajnal kettőkor fel kell, nagy morgósan beül az autójába és elmegy a gyerekekért, vagy hogyha fürtökbe mennek, akkor, akkor ilyen családi jóbarát szempontból, hogy összeszedjük és szétdobáljuk a fiatalokat, mert nem is biztos, hogy általában a rendezvények helyszíne az, ami igazán veszélyes, hanem sokszor az, amikor egy rendezvény helyszínéről az ágyikójába hazajut egy fiatal, ha ezt, ezt az útvonalat tudjuk nekik támogatni, akkor szerintem nagyon sokat tettünk értük. Budakalászon, milyen társ szervezetek segítik az önök munkáját? Hát a Városőrség a legnagyobb stratégiai partner, ők állandóan ott vannak velünk, rengeteg közös szolgálatunk van, folyamatosan készülünk a nyára, szervezzük a tavi nem reméljük idén sem hagyjuk senkinek, hogy belefulladjon a vízbe. Ez egy végtelenül fontos cél. Én úgy gondolom, hogy az önkormányzattal való együtt gondolkodással és a Városőrséggel együtt ismét sikerül egy olyan kellemes nyarat zárnunk, amikor majd a nyár végén mindenkinek csak jó emlékei lesznek. Én bízom benne, hogy ez így lesz, és legközelebb majd erről számolunk be itt a televízióban. Köszönöm szépen, hogy befáradt hozzánk és elfogadta a meghívásunkat. Nagyon szívesen. Vendégem volt Kovács László rendőr rendőrezredes, a Szentendrei Rendőrkapitányság parancsnoka. Még egyszer köszönöm, hogy befáradt hozzánk. Nézőinknek köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!